Köszöntöm Önöket a Mi Hazánk sajtótájékoztatóján, amelynek témája, hogy az eddiginél is szigorúbb cenzúra sújtja a pártunkat a Facebookon. Emlékezetes és a magyar politikában példátlan cenzúra érte Torockai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét az európai parlamenti választási kampány hajrájában, amikor is több mint 207 ezer követővel rendelkező Facebook oldalát mindenféle előzetes figyelmeztetés és indokolás nélkül egyik pillanatról a másikra letörölte a Facebook cenzúra gépezete. Azóta sem állították ezt vissza, és azóta sem érkezett semmiféle érdemi indoklás arra vonatkozóan, hogy mi váltotta ki ezt az egyébként minden jogállami normát nélkülöző cenzúrát Torockai Lászlóval szemben. Az igazságügyi minisztérium augusztusban bejelentette, hogy munkacsoport alakult a tech cégeknek a különböző szólásszabadságot is korlátozó gyakorlatával szemben, azonban azóta sem hallani erről a munkacsoportról, nemhogy nem csináltak semmit, de egyetlen egy megnyilatkozásuk sem volt. Ekközben a Facebook nem vesztegette az időt, és sokkal durvább cenzúrával lépett fel a Mi Hazánk mozgalommal szemben. Gyakorlatilag semmilyen módon nem jelenhet meg a Facebookon, próbálják onnan gyakorlatilag kiírtani, sem képi, sem hangi, sem még a nevének a leírása sem lehetséges a Facebookon. Ez elképesztő, a magyar politikában példátlan eset, átláthatatlan, hogy milyen indokok alapján történik ez, átláthatatlan, hogy milyen indokok alapján törölnek konkrét bejegyzéseket, sőt, előfordul olyan eset is, amikor semmilyen indokot nem jelöl meg a Facebook cenzúra gépezete. A Mi Hazánk mozgalomnak az a kezdetektől fogva, alakulásától fogva a szegregáció képviselete az oktatásban, és a gyöngyöspatai események kapcsán ez ismételten a figyelem középpontjába került. Ezt hangsúlyoztuk és előtérbe helyeztük. Azonban a Facebook most már ezt sem tűri meg, tehát önmagában a szegregáció szónak a leírásáért is cenzúra, tiltás, szankció jár, hasonlóan korábban egyébként a cigánybűnözés szóért is, illetve a halálbüntetés szónak a leírásáért is cenzúráz a Facebook. Azért, hogy ezt a tarthatatlan, amelyben egyrészt a miniszterasszonyt arra kérem, hogy a munkacsoport elvégzett munkájáról, tevékenységéről tájékoztasson engem, illetve ezáltal a közvéleményt, illetve arra is rákérdezek, hogy a különböző nemzetközi fórumokon, ahol szintén napirenden van ez a kérdés, ott milyen eredményeket sikerült elérnie a magyar államnak, illetve milyen konkrét intézkedési terve van arra vonatkozóan, hogy ezt a magyar politikai közéletet és konkrét választási eredményeket is befolyásoló cenzúrát megfékezzék, illetve a választások tisztaságát, a szólásszabadságot biztosítsák Magyarországon.